Speciális ország vagyunk. Egy csomó sportágban, ami a világban számít, mi nem számítunk. Ezért hősöket keresünk és találunk olyan szakágakban, amelyek meg kis túlzással csak nekünk érdekesek. Így lettünk kajakkenú nemzet, meg, meg öttusa nemzet, meg póló nemzet. És ezeknek a sportágaknak olyan ikonokat köszönhetünk, mint kolonics, mint balcó, vagy éppen Benedek Tibor. Nem lesz Tibi. Ebben a videóban biztos, hogy nem. Engedjétek meg, hogy egy, egy személyes kitérővel kezdjem. Az embernek a 40-es évei azok érdekesek. Még mész esküvőre a, a későn érők, meg, meg az újrakezdők miatt, de már jársz temetésekre is. És ez néha természetes, mert vannak, akiknek mondjuk a szülei csak idősebb korban vállalnak gyereket, illetve nagyon sok az olyan ember, aki a fiatalkorodban fontos szerepet tölt be, de idősebb nálad ezért, egyszer csak eljön az ideje. Aztán meg van olyan, hogy az ember értelmetlen temetésekre jár, amikor amikor egyszerűen valakinek csak rossz lapokat oszt az élet. Tibor is ilyen volt, és, és ilyen volt Norbi is, akivel az FSS-e cserepadján töltöttem éveket. És ő volt a csapat vasembere, tűzoltó volt, búvárkodott, ő volt a, a sok aputestű veterán között az egyetlen gyakorlatilag, akinek, akinek tisztességes fizikuma volt. A Facebookon a névjegyén még most is az olvasható, hogy, hogy épp testben, épp lélek. És tavaly volt egy csapattalálkozónk, és én olyannak láttam, mint mindig nem tűnt fel semmi, pedig már akkor is nagy volt a baj, de, de ebben a korban, hát fiatalabb volt nálam, még, még nem teszel föl olyan kérdést, hogy, hogy, hogy minden rendben van, hogyha a másik fogy egy picit, hát fel sem merül. Aztán a múlt héten ő meghalt, és aztán most meg, meg itt van a, a, a Tibor. És aki még nem tette meg annak uh, Takács Márton cikkét, szeretném ajánlani, tudjátok, szoktak lenni ezek a ezek a, a linkek, hogy ha csak egy cikket olvasol el ebben a témában, akkor ez legyen. Ez Takács Mártonnak a cikke. A leírásban megtaláljátok majd a linket hozzá. Egyszerre részletes, hiteles, személyes és, és gyönyörű szép. És ami a borzasztó, hogy hogy néhány órával a hír után már olvasható volt. Mert mert ha jól sejtem, akkor ha nem is teljesen, de, de részben már készen volt. Én tavaly ősszel egy Trestóknak a reklámszünetében szünetében értesültem arról, hogy, hogy nagy baj van Tiborral, és, és nem az a kérdés, hogy, hogy, hogy felépül-e, hanem igazából amikor. És hát nagyon nehéz volt visszajönni abból a reklám szünetből, és hozni a, a, szokásos majomságomat, de, én azóta készülök erre, és tudom, hogy nagyon fura ezt így kimondani, de valahogy hogy vártam, hogy, hogy mikor következik be. És ami egyébként egészen elképesztő ebben a sztoriban az, hogy, hogy, egy olyan országban, ahol lassan semmi sem szent, a teljes szakma és a, és a teljes sajtó egy emberként zárt, és aki nem a vízilabdában élt, az, az nem sejthette, hogy mi megy keresztül Tibor és a családja. Lehet, hogy morbid, meg az is lehet, hogy, hogy te is voltál már ezzel így, én, gondolkodtam már azon, hogy, hogy mit tennék, hogyan viselkednék, hogyha, hogyha megbetegednék. É, bekussolnék, és, és, csendben küzdenék, vagy, vagy felhasználnám arra a, a platformjaimat, hogy, hogy, még jobban beavassalak benneteket ebbe a szituációba. Szerintem nincsen rossz megoldás, de, de, az biztos, hogy, hogy én, én mérhetetlenül tisztelni tudom azokat, akik, akik a nyilvánosság kizárásával viselik ilyenkor a sorsukat. Három dolgot hoztam el ebbe a videóba amelyből talán kettő tesz hozzá Marci egyébként tökéletes cikkéhez. Az első az a mintatörés kérdése, és az annak a, annak a szépsége, hogy, hogy milyen jó az, amikor valaki egy színész legenda nagyapa, meg egy színész legenda apa után új utat tör magának egy, egy másik szakmában. Mert mert mennyire könnyű lett volna gyakorlatilag bármilyen más pályát választani, ahol az édesapja kapcsolati tökéjének a segítségével juthatott volna magasra. Ehelyett az egyetlen olyan pályát választotta, ahol, ahol egy idő után a protekciót már a hajadra kenheted. Sportoló lett. És, és ez egy nagyon bátor döntés. Vagy lehet, hogy buta. Hogyha elolvasod majd Marci cikkét, akkor, akkor látod, hogy ez a fiú valami elképesztően sokat melózott annó azért, hogy, hogy legyen, és hogy a csúcsra érhessen. És annyit, meg annyi nehézség árán, hogy néha nehéz eldönteni, hogy most vasakarata volt, vagy, vagy fa volt. És emiatt annyira, de annyira közel áll hozzám. És több helyen meséltem már erről, hogy, hogy az én szerelmem a, a tényleges kézzel, lábbal játszott kosárlabda iránt azért, azért meglehetősen egy oldalú. Mert én imádok játszani, ő meg megtűr a parkettán nincs bennem semmi könnyedség, meg finomság, csak, csak akarat, meg szív, meg erő, és, és ennek ellenére így is ad vissza örömet. Mert hogy amikor, amikor számított, amikor még fejlődnöm kellett, amikor bizonyítanom kellett, gimnazistaként, vagy főiskolaként, akkor, akkor jobban hajtottam, mint bárki. És eszembe se jut hozzá mérni magamat, de amikor elolvastam az idézetét, hogy, hogy szerinte neki a szorgalma volt a tehetsége, akkor, akkor mintha, mintha, megrázott volna az áram, mert, mert lehet, hogy vannak alapképességeim, de, de magamra ismertem ezzel a szorgalom témával. Ez a csatorna is ennek a szorgalomnak a, a gyereke, szerelem gyereke, két és fél év után több mint 150 videóval, meg egy ilyen, ilyen csodálatos közösséggel. Szorgalmasnak lenni jó a szorgalom, elképesztő helyekre viszi el az embert, és ennek ennek Tibor a legékesebb példája, azt gondolom. És végére kosarazzunk is egy, egy, kicsit. Amilyen hülyén van nekem az agyam drótozva, nem csak azon gondolkozom, hogy mit csinálnék, hogyha rákos lennék, hanem, hanem azon is gondolkozom, hogy amint kidért a hír, elkezdett járni az agyam, hogy ki lehet Tibornak az NBA hasonmás, az NBA megfelelője. És elkezdtem így kihúzogatni a kézen fekvő nagyságokat, hiszen a sportág egyik legnagyobb alakjához csak a másik sportág legnagyobb alakjait húzhatod elő, és, és ahogy, ahogy, pörgettem végig a neveket, úgy rajzolódott ki az igazi uh, nagysága Tibornak. Mert, mert miközben a vízilabda egyik legnagyobb alakja mégis meglepően kevés a hasonlóság mondjuk egy, egy Michael Jordannel vagy egy, egy Kobe Bryant-tel elsősorban emberi szempontból és nem azt tette őt a világ egyik legjobbjává, hogy ő volt a legvirtuózabb, vagy, vagy, vagy ő lett volna a legatletikusabb, és térdig kiemelkedett volna a vízből, hanem, hanem a teljes csomag volt, tökéletes úgy, ahogy volt. És sokáig lehet, hogy a bőrszín miatt is így Bird mellett táboroztam le, és már majdnem megállapodtam, de, de nem hagyott nyugodni, hogy, hogy bőrd egy igazi szemétláda volt a pályán, és Tibor pedig a vízben is példaértékűen viselkedett. És érdemes elolvasni, majd annak is beteszem a linkjét a leírásban, amit a, az egyik legnagyobb ellenfele. Szerintem mi szurkolók nagyon sokszor úgy éltük meg, hogy a legnagyobb ellensége a, a szerb sapics írt róla, hogy, hogy most már megbánta, meg azt is megbánta, hogy ezt nem mondta el Tibornak, hogy hogy mennyire sajnálja, hogy hányszor lépte át a határt a vízben, és viselkedett gusztustalanul, és, és Tibor egyszer sem. Reagált. Úgyhogy járattam még egy kicsit az agyamat, és, és beugrott az egyik legnagyobb, ugyanakkor szerintem legalulértékeltebb játékosa az NBA elmúlt néhány évtizedének, talán történelmének, mégpedig Tim Duncan, akit néhány hét hónap a Feneset tudja ezekben az időkben, majd beválasztanak a kosárlabda hírességek csarnokába. Ő az, aki mindent tudott a játékról. Csak úgy, mint Tibor. Ő az, aki mindig a legjobb megoldást választotta, csak úgy, mint Tibor. Aki, aki nagyon hitt az alapokban és a kemény munkában, csak úgy, mint Tibor. Aki, aki nem a kameráknak volt a vezér, hanem hanem a csapat felé. Csak úgy, mint Tibor. És, és akiből úgy néz ki, hogy edző lett, eh, ahogy, ahogy Tiborból is edző lett, mert ő is úgy döntött, hogy átadja a tudását másoknak. Cserül a tudásátadásról eszembe jutott egy másik kérdés, hogy eh, hogy sokat gondolkozom azon, hogy mennyire tisztességes, hogy ez a jó szó, hogy mekkora figyelmet kap mondjuk Kobe Bryant a halála után, és, és mekkora figyelmet kap mondjuk egy az elmúlt hetekben elhunyt Bezánszeld, vagy, vagy Jerry Sloan a halála után, vagy, vagy mit kell azzal kezdeni, és kell -e egyáltalán kezdeni valamit, hogy azt olvasom tegnap, hogy a több ezres tömeg Kárpáti gyögyre is emlékezett. Talán arról van szó ilyenkor, hogy, hogy a váratlanság az, az felerősíti az érzelmeket, és jobban elfogadjuk azt, hogyha valaki a, a, az emberi élet gyárilag kalibrált szabatossági idejéhez közelebb távozik el tőlünk, vagy inkább az fáj, néha önző módon, hogy, hogy mennyi tudás, mennyi, mennyi érték maradt még ezekben a fiatalon eltávozott sportemberekben, mint amilyen Kobe Bryant, mint amilyen Benedek Tibor. Én, én, tudom, hogy, hogy ez önzőség a részemről, de annyira sajnálom néha magamat is, hogy, hogy nem tapasztalhattam meg, nem láthattam, hogy, hogy, mivel készült még. És azt gondolom, hogy a vízilabda társadalomnak legalább akkora veszteség, hogy, hogy Tibor nem foglalkozik már játékosokkal. A szerbek ellen megvívott nyertes olimpiai döntő végén a medence partján kemény dénes odafordult Tiborhoz, és megkérdezte, hogy szerinte ezt a szerbek vesztették el, vagy a magyar csapat nyerte meg. És Tibor állítólag kikelt magából, is mondta, hogy nem ezt, ezt mi értük meg. Azért, mert, mert mi ennyire szeretjük egymást. És én remélem, hogy, hogy úgy élt, meg, meg úgy ment el, hogy, hogy tudta és érezte, hogy mi mennyire szeretjük őt.